A Magyar Mentőszolgálat, vagy akár a sztrókellátók is bevezettek egy ilyen gyakorlatilag gyors sztrókfelismerő skálát, ami 4 betűből áll. Ez egy angol mozaik szó, hangsúlyoznám, tehát ezt magyarosítani nem is nagyon tudtuk. Ez fast, ez annyit jelent, ez angol ugye a gyorsaság. Tehát magyarul tükrözi azt, hogy a stroke ellátása talán az egyik leginkább gyorsaságot igénylő akut beteg ellátás, és a 4 betű pedig a vizsgálat során értékelendő funkciókat jelenti. Az F betű jelenti az arcunkat, mint face, tehát ugye a stroke ellátáson ez egyik legfontosabb, mindig meg kell ítélni, hogy van egy arc aszimetria a betegnél. Az A betű jelenti gyakorlatilag az izomerő vizsgálata során többnyire a felső vértagot szokták vizsgálni, és a betegnek föl kell emeltetni a két kezét, tehát hogy értékeljük, hogy van egy oldalkülönbség a két oldal között. Az S betű jelenti a beszédnek, a speechnek angolul, tehát a beszédnek a megítélését, tud a beteg jól beszélni, érti a beszédünket, és a végül az utolsó szó pedig a kulcskés, amit mondtuk, a gyorsaság, a time, tehát az időre utal. Úgyhogy ezeket a tüneteket értékeli nagyon gyorsan, legyen ez egy mentős, de akár egy laikus is, tehát tulajdonképpen, hogyha a szomszédunk sztrókot kap, akkor akár laikusként is a beszéd, a végtag erő és az arc aszimetria, amire fókuszálnunk kell, és jó esélye egy laikus is elég nagy biztonsággal ki tudja szúrni, hogy sztrókról van szó. A beszédnél, tehát hogyha nyilván valakinél úgy tűnik, hogy valami nem stimmel a beszéddel, azért egyrészt megítélnünk azt, hogy érti, amit mondunk. Tehát mondjuk néhány utasítást, emelje fel a jobb kezét, fogja meg a jobb kezével a bal fülét, hogyha ezeket ő végre tudja hajtani, akkor valószínűleg ért minket. Utána viszont ha azt látjuk, hogy a beteg nem jól beszél, bizonyos szavak hiányoznak a beszédéből, nyelvtanilag hibásan beszél, próbáljuk azt, hogyha finom a beszédzavar, tehát csak finom eltérések vannak, ilyen kis nyelvtörő gyakorlatokkal még jobban ki lehet ezeket hozni, ilyen egy-megy mag, meg még egy-megy mag, meg most kriszkó, stb. Nyilván általában ez a finomabb beszédzavarnak a kimutatására. Akinek viszont nagyon súlyos beszédzavara van, az nyilván azért annak a felismerés általában egyszerűbb. A T betű pedig a time, az idő. Ugye hangsúlyoznám, hogy gyakorlatilag a stroke ellátással nagyon jó terápiás lehetőségek vannak, abban az esetben tudjuk őket használni, tehát hogyha időbe kerül a beteg a kórházba. Tehát amint a stroke megtörténik, tulajdonképpen az elsőként észlelő ember, legyen ez egy hozzátartozó, rá kell nézni az órára, hogy 10:00-kor történt a stroke, meg kell jegyezni, mert onnantól kezdve az egészségügyi ellátónak egy kulcsinformáció lesz, hogy honnan indultak a tünetek, és körülbelül hol fogunk tartani a kórházi kezelés során, amikor megkezdjük a kezelést. Minél rövidebb ez az idő, annál hatékonyabbak leszünk.